jogok csorbulásához vezet. Az akta esetében úgy gondoljuk, hogy nem a felhasználó és nem a szerző van a középpontban, hanem az üzleti érdekek. Kérem, fejezzétek ki egyetértéseket, egyetértéseteket. Kicsit rosszul éreztem magam, hogy csak a sajátomat hallottam. Az akta a jogtulajdonosok kezében aránytalanul nagy hatalmat ad, így az internetet saját érdekeiknek megfelelően cenzúrázhatják. Bécsiek, emeljük fel a hangunkat az utolsó szabad média felület védelmében. Az akta kriminalizálja a nem szándékos jogsértéseket is. Az aktával a határokon is a rettenetes. Az aktát szó szerint alkalmazva tilos lenne továbbadni egy szakácskönyvből megtanult receptet, hisz az is illegális megosztásnak számítana. Úgy gondoljuk, hogy a 21. században az internet a kultúra közkincs. A kultúra mindenkié. Kultúra mindenkié. Így van, a kultúra határok nélkül is aggályosnak tartja. Nem hagyhatjuk, hogy a gyógyszerhez jutás kizárólag a tehetősek privilégiuma legyen. Ne hagyjuk! Pécsiek, most rajtunk a sor! Rajtunk a sor, hogy nemet okozni. Az akta és a földrajzi adatok biztonságára is ki fog hatni. Ennek a szerződésnek komoly következményei lehetnek a polgárok életére, de ennek ellenére mindent megtettek, hogy a parlament beleszólási jogát megakadályozzák. Ma itt, mint a szerződés nyilvánosságra hozatalának a felelősen, szeretném felhívni a nyilvánosság figyelmét erre az elfogadhatatlan helyzetre. Ebben a színjátékban nem szeretnék tovább részt venni. Kérem még egyszer, Pécsiek, emeljük fel a hangunkat az internet szabadságáért! Sokan csak legyintenek, az aktával nem fog semmi se változni, meg se fogjuk érezni a hatását. Nyilván nem egyik napról a másikra fognak egy teljes körű internetcenzúrát bevezetni. Hát az már rossz lenne, hogy ott tartanak. Az aktát csak mi tudjuk megállítani. Az akta szerintünk csak a kezdet, és ezért nagyon résen kell lennünk. Hiszen tudjuk, a mindenkori hatalom természetéből fakadóan megpróbálja elnyomni az érdekeinek nem kedvező hangokat. De az emberi tudatot nem lehet ellenőrizni. Egyetlen rendszer sem tudta ellenőrizni soha. Az emberek közötti folyamatokat nem lehet ellenőrizni. Azok fejlődnek függetlenül attól, hogy milyen szabályozással akarják ezt megállítani. Az együttműködés, a türelem, a vélemények szabad megfogalmazása és áramlása feltétele egy jobb világnak. És mindehhez véleményünk szerint elengedhetetlen az internet szabadsága. Most meg arra kérlek mindenkit, hogy induljunk el, és tudassuk a pécsiekkel, hívjuk fel a pécsiek figyelmét az akta veszélyeire. Szabad internet! A kultúra mi vagyunk, az internet mi vagyunk! Internet mi vagyunk! Le az